Sziasztok! Bár nyár van, és egy kicsit lógni akartunk a srácokkal, tartani egy kis szünetet, ugye ti is nyaraltok, stb. Ez látszik is, egy kicsit ugye visszaesett a nézettség, de hát ez nem is baj, hát ezért van nyár, majd utána be fogjátok pótolni. Viszont pár nappal ezelőtt a DJI eléggé gyorsan bejelentette a legutóbbi pletykáját. Ugye Facebookon mutattam nektek egy-két fényképet, illetve írtam is róla, hogy levédettek egy-két FPV-vel kapcsolatos szabadalmi jogot. És tessék, pár napra rá megjelent a DJI FPV, mondhatom, set. A DJI történetében nem ez az első ilyen próbálkozás. Akik régóta benne vannak a hobbiba, vagy esetleg követnek minket, kb. Két évvel ezelőtt készítettem el a DJI Oculus Sync-ről a kicsomagolós videót. Gyakorlatilag az Oculus Sync az a Mavic Pro-nak a belseje, és ők ezt kiszedték, és a fekete szemüveggel, ugye a Goggles RL-vel együtt meg lehetett venni külön, és ugyanúgy volt hozzá egy kamera, egy, hát sajnos ott még ugye méretügyileg eléggé nagyok voltunk, körülbelül egy ekkor egy ilyen 6-7 cm-es kis doboz, és az ugyanúgy közvetítette nekünk 5, illetve 7 kilométerig a HD képet, plusz viszont az irányítást is. És az volt benne az érdekesség, hogy nem volt hozzá távirányító, mert hogy ott úgy működött a dolog, hogy felraktuk a gépre ezt a kis dobozt, a saját kamerát, illetve a megfelelő antennákat, ezt küldte a fekete DJI szemüvegünknek a jelet, és azt a jelet egy csatlakozón keresztül, például akár egy a saját távirányítónkra rá lehetett kötni, és akkor az irányításunk is ugyanúgy több kilométer elment, mint ugye, hogy az élőkép. Ott a, valószínűleg a dolognak a buktatója az... az volt, hogy tényleg nagyon nagy volt, tehát egy ilyen 6-7 cm-es dologról beszélünk, illetve kettő darab antenna volt hozzá, többféle volt, attól függ, hogy miért akartunk, és hát akkor sem fértek már bele ez a 6-7 cm-es kis doboz ugye egy versenygépbe, és hát manapság már pláne, mert ugye arra törekszünk, hogy minél kisebb gépet építsünk már ugye belül. És hát nem is igazán terjedt el ez a dolog. A szemüvegnek pedig megvolt az előnye, hogy mint fogta az ugye az analóg jelet, tehát az összes akár... Hoppá, eldől a távirányító. Tehát akár ennek a kisgépnek a jelét is tudtam vele nézni, vagy bármelyiknek. Mellette viszont rá lehetett hangolni Mavicre, kábellel, akár Phantomra, tehát tényleg egy multifunkciós szemüveget kaptunk. De mégsem terjedt el valahogy igazándiból ez a dolog. Bár tegyük hozzá, ott még az egy olyan technológia volt, ahol egy ilyen 50 millisekundumos késés volt ugye a videóképben. Tehát ha mozdítottunk valamit, akkor az ennyit késett, és ugye ez oda-vissza működött. Ez azért valljuk be kicsit sok. Ilyen hosszú távú repülése, tehát ez a long range repülése tökéletes, amikor csak így szépen megyünk, és akár kilométereket el akarunk repülni. Na de mindegy, szóval az a set annyira nem jött be, szerintem nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e még kapni, vagy foglalkoznak-e velem. És hát most itt van ez az új set, ez egy, mondhatom bátran, hogy majdnem egy teljes csomagról beszélünk, ugye gép nincs hozzá, hanem kapunk egy távirányítót, egy szemüveget, és egy úgynevezett Air Unit nevezetű kis dobozt, mert gyakorlatilag tényleg úgy néz ki. És ez szintén HD kép, illetve HD, vagyis HD kép, illetve szintén egy irányítási rendszer. Amiben most ugye különbözik az az, hogy kapunk egy Phantom távirányítót, kinézetre, formára, kb. Ugyanúgy néz ki, viszont cserélhető benne az akkumulátor. Hát kapunk egy elég érdekes kinézetű szemüveget, de megmondom őszintén, nekem tetszik ez a kis futurisztikus forma, 4 antenna, nem ez a megszokott szabvány szemüveg, úgyhogy ez végül is nem egy rossz dolog. És megkapjuk a, hát most már mondhatom, hogy kicsi dobozt, de még egy picit mindig nagy, mert hogy mindjárt megnézzük a paramétereit, de még mindig nem biztos, hogy bele tudnám gyömöszölni akár a Snail-be is, de tehát, hogy ez a rendszer, amit most ők kitaláltak, ez 930 euró, így az egész, ahogy van. Hát vannak előnyei is, illetve vannak hátránya is. Amiben sokat fejlődtek az az, hogy a HD képnek a
késése, az csökkent 28 millisekundumra, tehát majdnem a felére csökkent a előző rendszerhez képest. Az irányításé pedig 7 millisekundum, hát ezt kb. Észre sem fogjuk venni. Viszont amennyi előnye van, szerintem annyi hátránya is. Viszont nagyon sok kérdés érkezett erről mostanában, úgyhogy nézzük meg egy kicsit, hogy pontosabban milyen technikai adatai vannak, illetve hogy milyen buktatói vannak esetleg, vagyis hát hátulütői. Ugye, ahogy említettem, ez egy HD irányítási rendszer. Maga a szemüveg ugyanúgy tud rögzíteni egy úgynevezett DVR felvételt, mint annó a fekete szemüvegünk is, van rajta egy gomb, és az élőképet rögzíti 720p-ben. Hát ugye ez a DVR funkciót már megszoktuk a hasonló kis szemüvegeknél, az nagyon jó, csak itt azért egy 720p-s minőségünk van. Viszont ebbe a kis dobozba, magában a gépben van egy memóriakártya, és oda viszont 1080p-s képet rögzít. Mondhatjuk, hogy ez az 1080p már így nem túl sok így 2019 végén, mert hogy például a legújabb kis gépem, amit nagyon szeretek, majd ezt is be fogom nektek mutatni, például ő is 1080p-s képet rögzít, tehát hogy így nem volt egy nagy előrelépés. Megmondom őszintén, én vártam volna már egy 4K-s felvételt ugye magáról a gépről, mert hogy vannak már 4K-s kamerák hasonló méretben, mint ez a picis. Úgyhogy illet volna legalább egy ilyet belerakni, pláne, hogy ugye itt van a GoPro, illetve a saját kamerájuk, ugye a DJI Osmo Action Cam, ami szintén ugye 4K, és van egy fontos dolog, amit azért meg kell említeni, hogy ez nem stabilizált kép, tehát nincsen benne semmilyen elektronikus dolog. Ugye az Osmo Action Cam, illetve a GoPro, ugye az 2,7K-ban tökéletes stabilizált képet ad, majd erről készül egy videó, amiből láthatatok meg egy kis spoilert, ez hamarosan el fog készülni. Tehát ott egy elektronikus stabilizált képünk van, itt nincs, és ugye csak Full HD. Hát, hogy nem tudom, hogy ez így mennyire fontos, de... Na, szóval nekem én azt mondom, hogy a Full HD az már ott egy picit kevés. Ugye említettem, hogy ugye már nagyon jól lecsökkentették a késést, mind a videó, mind az irányításkép. Ez szerintem baromi jó. Van egy nagyon fontos dolog viszont, amiben nagyon sokat fejlődtek, az az, hogy kommunikál a Betaflight-tal. Tehát ez egy nagyon jó dolog. Külföldi csapatok már tesztelték is, hogy a szemüveg vezérli ezt a kis dobozt, a kis doboz pedig vezérli magának a gépnek a vezérlőjét, és akár a szemüvegen keresztül tudunk pideket, rétet, vagy bármit állítani. Nem kell hozzá se számítógép, se telefonként, hanem összerakunk egy új gépet, és simán a szemüvegnek a segítségével át tudjuk programozni. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog, illetve magát a csatornát sem a kis dobozba kell állítani, hanem a szemüvegen keresztül tudjuk átállítani, ha esetleg majd többen akarunk vele repülni. Viszont itt jönnek majd az apróbb, hát hogy is mondjam, kis hátulütők méghozzá. Ugye maga a szemüveg az a weboldaljuk szerint 415 gram, ez 40 deka, az egy teljesen kellemes méret lesz, még nem lesz nehéz, nem fogja lehúzni a szemüvegünket. Egy ilyen 20x12 centit írnak, ez szerintem tök jó. Van benne kettő darab 2 inches kijelző, tehát nem egy kijelzőből áll, hanem kettő piciből. Hogy mennyire lehet majd ezt beállítani, mennyire látszódik ezt majd, hogyha megérkezik, akkor megnézzük. És kommunikációs frekvencia az 5,8 GHz, csak egy viszonylag szűkebb tartományban, hogy mennyire fogják ezt majd megzavarni az 5-8-as dolgok, hát az majd ki fog derülni. Tehát, hogy nem egy új dolgot találtak föl. Ahogy említettem, ugye a késést, viszont még a valódi rögzített HD-nál van olyan lehetőségünk, hogy 720p-ben 120 fps-ben képes rögzíteni. Tehát van lehetőségünk egy kis lassítós videóra, ha esetleg éppen olyan helyen megyünk majd. A működési feszültség az 7,4 volttól 17,6-ig. Hát ebben szerintem ugye nincsen semmi különleges dolog, ugye 3-4 celláról is ugye elműködünk majd. Azt mondja, hogy maga a kis szemüveg 128 GB-ig
támogatja majd a memóriakártyát, tehát ugye DVR felvételt ugye addig van lehetőségünk rögzíteni vele. A kamera az egy 1/3/2-es szenzorral ellátott kis kamera, 4 megapixel, igazándiból semmilyen különlegesség. A FPV kamerák esetén ugye fontos, hogy mekkora lencse van benne, mekkora látószögünk van. Van akinek a kisebb, van akinek a nagyobb jön be, ebben momentán 2,1-es lencse van, hát valószínűleg ezt ugye majd lehet cserélni. Viszont ami nagyon jó, hogy digitálisan lehet állítani a fót, ez a Field of View, ez a látószög, és méghozzá háromféle verzióban lehet állítani. Van a legnagyobb, ez 150 fok, tehát akkor így egész szépen kiteríti nekünk. Van 122 fok, egy kicsit összebb húzza, vagy van 93, ami pedig ugye még tovább összehúzza. 8,2 g maga a kamera, és hát 2 cm x 2 cm x 2 cm, egy kicsivel nagyobb, mint mondjuk már ezek a mikrokamerák, amiket mostanában szoktunk használni, de még úgy gondolom, hogy nem vészes. A távirányítóról túl sok minden nem kell elmondanunk, majdnem egy 5000 mAh-s aksi van benne, két celláról megy, semmilyen különleges. Havát távirányító, fontos megemlíteni, hogy csak ezzel a rendszerrel fog működni. Tehát ha valakinek több gépe van, már pedig úgy gondolom, hogy akik FPV-ben repülnek, általában több géppel repülnek, egy kicsivel, esetleg egy közepes, egy nagyobbal, vagy repcsivel, tehát hogy több gépet szoktunk általában tartani, vagy pláne ugye akik versenyeznek, őnek itt pedig több egyforma gépük van, hogyha esetleg az egyik beadja az unalmast, akkor legyen még egy másik. Viszont ugye ez a távirányító az ilyen hagyományos vevőkhöz nem párosítható, tehát csak a kis dobozhoz. És ha több dolgunk van, akkor több kis dobozt kell majd vennünk, hogy utána ott hogy működik a párosítás, hogy mennyire fog ez gyorsan menni, valószínűleg ugye ezt megoldották, de tehát hogyha esetleg van ilyen kis gépetek, ugye ebben nem fér bele a kis doboz, és hát akkor bizony ehhez marad ugye a régi távirányítónk, amit meg kell venni, és hogyha minden gépet viszünk magunkkal, akkor viszünk plusz egy távirányítót, plusz egy szemüveget, plusz mindent, tehát hogy egy nagyobb pakkot kell majd magunkkal elvinni, és ez nem biztos, hogy olyan előnyös, hogyha így több mindent kell majd elvinnünk. Azt mondja, hogy jön maga a kis doboz, hát a kis doboznak a méretét is már eléggé jelentősen lecsökkentették, 45 gram, ez nem egy nagy valami. És most jön a lényeg, ugye a mérete, hogy 44x38, 37,8 egész pontosan, és 14 mm vastag. Hát ez még mindig nem a 30x30-as méret, vagy a 20x20-as, ugye, amiben építkezni szoktunk. Igazándiból, ha egy 30x30-ra összerakták volna, és csak így simán be lehetne pattintani egy 5x-os gépbe, akkor azt mondom, hogy egy, hogy is mondjam, egy eléggé népszerű dologról lehet majd szó, viszont így, hogy nagyobb, tehát 44, valamelyik irányba vagy hosszabb, ugye vagy oldalra ló ki, tehát ez így sehogy se jó. Csak úgy simán felrakni a gép tetejére, az nem igazán ajánlott, ugye esetleg leesünk, sérül, úgyhogy nem tudom, tehát ezért valószínűleg nem fogjuk átépíteni az 5x-os gépeket, hogy beleférjen. Hogy új gépet építünk-e ezért, azt majd meglátjuk. Repcsire viszont nagyon jó, hát nem tudom, hogy ott esetleg mennyire áldozunk erre, de ott mondjuk van értelme fölvenni és repkedni vele, viszont majd visszatérek, hogy miért nem biztos, hogy arra is jó lesz. Ahogy említettem, ugye a késést ugye 28 millisekre levitték videó esetén, irányítás esetén pedig 7 millisekundumra. Viszont most jön a lényeg, ugye nagyon úgy hirdeti az oldal is, ugye, hogy több kilométeres hatótáv, na igen, FCC módban 4 kilométeres hatótávot ígérnek, ugye ez erről nagyon sokat hallottatok már biztos, ugye az FCC, illetve a CE mód, ez a uniós, illetve az amerikai szabvány, ugye Spark és Mavic-er esetén ugye nagyon fontos ez a dolog. Ott ugyan van rá megoldás, viszont itt CE-ben, vagyis hogy unióban és itthon 700 métert ígérnek. Most nem akarom leszólni ezt a cuccot, de ennyiért, tehát 930 euróért, ez a 700 méter, ez egy kicsit kevés. Tehát a 700 métert analóg jellel szerintem
simán produkáljuk, sőt, vannak, akik több kilométerre is elmennek analóg jellel. Természetesen ugye van benne egy-két zizi, de itt ez a kihívás, hogy úgy repülni messzire, hogy minél jobb legyen a kép. Tehát van egy ilyen kis technikai kihívás, hogy nem csak bekapcsolom és működik. Viszont ez a 700 méter, ez nem túl sok minden, én úgy gondolom, hogy lesz a megoldás arra, hogy átállítani valahogy FCC-be, az majd kiderül. Mert például ugye a Spark és a hasonló gépek is ugye onnan tudják, hogy hol vannak, hogy amikor összekötjük a telefonnal, a telefonnak a helyzetéből tudja, hogy ez most Unió, és akkor egy csökkentett teljesítménnyel működik. Hogyha kimegyünk ugye Amerikába, akkor tudja, hogy Amerikában vagyunk, megkérdez, hogy átállítsa, rányomunk, hogy igen, és úgy átáll egy erősebb sugárzási rendszerre, mert ott lehet, itt nem. Ezt ugye megmutattuk nektek, hogy hogyan lehet átverni, hogy itt lesz-e ilyen, ez egy jó kérdés, mert hogy ugye telefont és egyéb dolgokat nem kötünk hozzá. Hogy kell-e aktiválni majd a legelején, mint a többi DJI cuccot, és onnan tudja fogni, onnan fogja tudni, hogy most Európában van, avagy Amerikában, ez egy jó kérdés. Viszont, hogyha kétfajta lesz belőle, ami az egyik gyárilag kisebb teljesítménnyel rendelkezik, akkor viszont nem igazán jártunk jól, mert a 700 méter szerintem nem túl sok. Annó voltak ilyen FPV-s gépek, ahol imádkoztunk, hogy ne a uniós gépet kapjuk, amikor rendeltük kintről, hanem a FCC szabványt, amikor nagyobb jeladó van. Hát majd meglátjuk, amikor megérkezik Magyarországra is, hogy hogyan fog ez működni. Úgyhogy ezért ez egy fontos dolog. Hát itt működés, vagy hőmérséklet, stb. Szerintem annyira nem fontos. És még ami ugye fontos, hogy FCC-ben van 8 darab csatornánk, CE-ben viszont csak 4 darab csatornát képes venni ez a kis szemüveg, tehát hogy itthon egyszerre csak 4 darab gépet lehet majd összehozni vele, mert ennyi lehetőségünk lesz. Ezek nem kibondottan analóg csatornák, nem tudom, az FCC-ben van olyan csatorna, ami majdnem analóg, kíváncsi leszek, hogy egyáltalán fogja-e mondjuk ennek a képét, ha nem, akkor viszont ez egy eléggé szűk körnek a terméke lesz, én úgy gondolom. És ugyanúgy ugye ezt írják a távirányítónál is, hogy ott is van ugye az FCC és a CE mód, hogy ezt mennyire lehet majd átverni, az egy jó kérdés. Én azt mondom, hogy elsőre jónak tűnik versenyekre, például ugye a kínai VB és a többi, oda szerintem egy elengedhetetlen dolog. Ugye élő közvetítés esetén egy HD kép azért mindjárt jobban fog mutatni, mint mondjuk egy analóg kép. Szponzorált pilóták, vagy is mondjam, promó, illetve hasonló videóihoz szerintem szintén egy elengedhetetlen dolog. Hogy privát emberként mennyire lesz rá szükségünk, azt én nem tudom. Én úgy gondolom, hogy szerintem nálunk a srácokkal szerintem abszolút nem. De tényleg csak azért, mert hogy mi van, amikor néha egy táskával megyünk repülni, és hogyha esetleg azt a gépet is el akarjuk vinni, amiben ez van, akkor vinnünk kell ugye még egy távirányítót, és még egy szemüveget, tehát még egy pak. Egy gép kedvéért szerintem ez az összeg, ez a 930 euró, egy kicsit sok. Említettem ugye, hogy jó lehet repülőre. Viszont, ugye utána említettem, hogy 700 méter lesz itthon elméletileg ugye a hatótáv. Most tudjuk, hogy egy merevszárnyas gép esetén a 700 méter az gyakorlatilag semmi. Itt volt nálunk ugye a Pero Disco, aminek a videóját nagyon szeretitek. 60 km per órával megy, Wi-Fi-n keresztül 2 km-es hatótávja van. Mondhatom digitális jelnek, kipróbáltuk, és nagyon szép képe volt. Most ahhoz képest ez egy kicsit visszalépés, mert hogy 700 méter, full HD. Úgyhogy így az első benyomások alapján én azt mondanám, hogy elsőre ez sem lesz egy népszerű termék. Hát majd meglátjuk. Az biztos, hogy lesz, akinek be fog válni, vagy éppen szüksége lesz rá. Én úgy gondolom, hogy privát emberek nem biztos, hogy váltani fognak erre. De tényleg csak azért, mert hogy akkor minden gépbe kellene egy ilyen kis unit doboz, ami drága is külön, illetve hát ezekbe a gépekbe, amik mostanában nagyon menők, ugye nem fog beleérni. Viszont nem akarom lelőni a poént, de ugye itt a régi szemüvegem a Fat Shark, és erre a HD rendszerre a mai napon reagáltak,
mert kiraktak egy posztot, hogy 2 héten belül az ő rendszerük is dobozba lesz csomagolva, és ami nagyon fontos, hogy 30x30-as méretben gyártottak HD rendszert, tehát simán csak az általunk épített 5x-os gépre így berakjuk fölőre, és ugyanezeket a 720p, illetve 1080p-s dolgokat tudni fogja. Viszont a sokak által kedvelt HDO szemüvegben lesz úgymond optimalizálva, tehát ott lehet majd látni a HD képet. Úgyhogy kíváncsian várom, én úgy gondolom, hogy elsőre az egy kicsit ütősebb dolog lesz, már csak a mérete is, illetve nagyon sokan használják a Fetchlocknak ezt a HDO szemüvegét. Ez otthon van mindenkinek, bedugják, és lesz egy HD képük, úgyhogy valószínűleg szerintem az egy kicsit népszerűbb lesz, de ne hamarkodjuk el. Szokás szerint berakom a kis szavazást most ide a videóba, hogy tetszik vagy nem. Nyomjátok a gombot, és nem sokára jönnek az új videóink, úgyhogy tartsatok velünk, és ne felejtsetek el feliratkozni, ha megnéztetek minket, már folyamatosan csökken, hál' Istennek, az arány a nézettség, illetve a feliratkozás körében. Úgyhogy jövünk legközelebb, és sziasztok!